A sertés nem minden darabjának áfája csökkent tavaly január 1-én 5%-ra. A belsőséget most is 27%-os forgalmi adó terheli. Ebben a hipermarketben 659 forintot kérnek a pörköltnek való szív, és 499-et a máj, illetve a vese kilójáért. Ezek 17%-kal olcsóbbak lehetnek jövő év elején, a terméktanács szerint ugyanis maradéktalanul átengednék az áfa csökkentés hatását a fogyasztóknak. Hogyne szeretni? Mindig szoktunk venni. Nagyon sokat nem fogok észrevenni belőle, mert nagyon keveset használok. Sertés belsőségből 1,5 kilót fogyaszt évente egy átlagos magyar a terméktanács szerint, miközben combból és karajból a disznó más részeiből 26 kilót is. Egy hónapja a nemzetgazdasági miniszter terjesztette be a költségvetést, és azt mondta, most a halálfájának 5%-ra csökkentésére van lehetőség az élelmiszerek közül. Most a halhús került ebbe a körbe. A Fidesz egyik frakcióvezető helyettese nyújtott be módosító javaslatot, hogy a sertés belsőség áfáját is mérsékeljék. Balla György azt mondta, a szív pörkölt érdekében. Az országgyűlés most megszavazta, hogy a sertés melléktermékét és belsőségét is érintse a jövő évi áfacsökkentés. A Fidesz frakcióvezetője azt mondja, a hal mellett egyelőre ennyire nyílt lehetőség. A szívpörkölt is fontos, a májas hurka nem kevésbé, hogy a májas belsőség, hogy a fodorhájról és az abból készült tésztáról ne is beszéljünk. Ezek mind nagyon fontosak, és a ne felejtsük el a sertés fülét és a farkát, mert az is vágópöri. Vágóhídi melléktermék. A szocialisták szerint valamennyi alapvető élelmiszer áfáját egyszerre kellett volna 5%-ra csökkenteni. Ezt eddig 8-szor kezdeményezték. Éppen nem szívpörköltöt ebédelt volna, hanem mondjuk medvetalpat áfonyával, akkor annak csökkentették volna az adótartalmát. Ennek az egész foltozgatásnak az égvilágon semmi értelme nincs. Amit az MSZP követel, legalább évi 100 milliárd forintjába kerülne a költségvetésnek a kormány szerint. Úgy számolnak, a sertés belsőség áfa csökkentése jövőre 2 milliárd forintos bevételkiesést jelenthet. A Nemzetgazdasági Minisztérium azt írta, vizsgálják a további áfa csökkentés lehetőségét, de figyelemmel kell lenniük a költségvetés teherbíró képességére is.